lett a nagynap. Sümegi Eszter, a Magyar Állami Operaház ünnepel dívája éppen indul. Nagy nap ez a mai. Immár 25 éve tagja a Magyar Állami Operaház társulatának, és ezt ma egy jubileumi koncerttel ünneplik meg. Úton az Erkel Színház felé mesél az eltelt évekről, és arról, hogyan vált sikeres operaénekessé. Úgy lett belőled énekesnő, hogy édesanyám mind a hármunknak énekelt, nővéremnek is, a bátyámnak is, csak én voltam rá fogékony. Már kicsi gyermekként 4 évesen a Mohácsi Református templomban énekelt. Ettől fogva természetes volt számára, hogy a zenei pályát választja, bár akkor még a népdalok és zsoltárok bűveletében nem tudta, hogy az opera műfaja fogja végérvényesen rabul ejteni. A Zeneakadémia elvégzése után szinte azonnal jöttek a külföldi fellépések. 1992-ben megnyerte a Pavarotti énekversenyt. 1993 óta az Operaház társulatának szoprán énekese. Verdi és Puccini művei után az elmúlt években Richard Strauss és Wagner szerepeiben is meghódította a magyar és a nemzetközi közönséget. Számos díjjal jutalmazták, magas színvonalú énekléséért 2018-ban Kossuth díjat kapott. Az Erkel Színházban tapintható a szeretet és a tisztelet, ami Sümegi Esztert övezi. Kis Gyöngyi, alias Gyöngyös, már 27 éve a sminkese és az előadások előtti nyugalom megteremtője. Gyöngyös mindig le tud engem nyugtatni, amikor zizegek. Pörög, nagyon pörög. Mondja, de hát akkor van az, hogy most nyugi, előveszük a kottát, te azt nézed, én megcsinálom a dolgomat. Én így imádom, ahogy van. Köszönöm. Mióta együtt vagyunk, azóta tényleg jóval, rosszban, mindig együtt. Közben az öltözője elé sorra érkeznek a virágcsokrok a tisztelőktől, rajongóktól, barátoktól és kollégáktól. Családom! Szia! Jó az én csodaszínlány! Én azt gondolom, hogy nagyon jól megtartotta a balanszot így a karrier és a család mellett, szóval mindig figyelt arra, hogy anyuka is tudjon maradni, és mindig szánt az egész családra időt. 10 hónapja pedig egy gyönyörű kislány unokával is büszkélkedhet. A kis Gabriella gyakran élvezi a szerető nagyszülői gondoskodást. Budai Lívia, a szintén elismert alt énekes érkezik egy ölelésre kolléganőjéhez. Egy csodálatos. Színetár Miklós rendező is tiszteletét teszi az ünnepeltnél. Zsárbó puszi. Eszter ragaszkodik azokhoz a kollégákhoz, akik a pályáján kísérték. Ilyen az est 2 karmestere, Medvecki Ádám és Kovács János is. Olyan, mint újkorában, aki kinyitja a torkát, és a legbársonyosabb és legakadálytalanabbul képzett, nem is jó szó, hogy képzett, mert minthogyha anyagtalanul a dolog, úgy jön belőle a hang. Ő nem tud kifejezést nélkül érdekelni. Hát akkor az úr velünk, kicsoda ellenünk. A társulatban közismert tény, hogy Sümegi Eszter kizárólag a kemény munkában hisz. Gál Erikával már az első találkozásukkor barátságot kötöttek, bár Erika félve érkezett az első közös próbára. Nagy öregek, és itt a fodrászok, öltöztetők mondták, hogy az Eszterrel nagyon vigyázz, 2 embertől féltettek, az Eszterrel nagyon kell vigyázni. Hát mentem remegő lábakkal, az első közös munkánk az Otelló volt, ahol ő Desdemónát énekelt, és én voltam az Emilia, és féltem, úristen, a Sümegi Eszterrel kell próbálnom, és nagyon kedves volt, aranyos, próba végén a magához ölelt, és hétvégére meghívott magukhoz ebédelni. Szóval a nagy rettegésből ez lett, hogy gyakorlatilag az első pillanattól kezdve nagyon megéreztük egymást, nagyon megszerettük egymást, és büszkén mondhatom, azt hiszem, hogy nagyon szakmai kapcsolatunkon túl nagyon jó barátságban is vagyunk azóta. Fokanov Anatoli éppen 1 évvel ezelőtt ünnepelte szintén a 25. jubileumát az Operaházban. Kezdetektől gyakran partnere Sümegi Eszternek, szép emlékei kötődnek az elmúlt 25 év közös munkáihoz. Szép. Most is szép. Jó csináltad. Én látom, nagyon színpadon, természetesen kellemes dolgozni. Nagyon jó léptem.
A jubileumi előadást, ahol Sümeghy Eszter legkedvesebb operadarabjai csendültek fel, álló ovációval jutalmazta a közönség. Legközelebb pedig február 22-én a Gioconda premierjén hallhatjuk a ragyogó lírai spinto szoprán hangját újra.